Kazsuk Attila, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Adó és Vámigazgatóságának igazgatója foglalta össze a megyei közgyűlés számára a hivatal tavalyi tevékenységét. Külön kiemelte a szemléletváltás eredményeit, az ESIA rendszer működését, valamint a támogató jellegű ellenőrzések és a felszólítások gyakoriságának eredményeit. A képviselők méltatták az adó és vámhivatal munkáját, kiemelve az egyre szélesebb tevékenységi kör és a növekvő felelősség súlyát. A Jobbik frakció vezetője, Adorján Béla, televíziónknak a NAV-os életpályamodell bevezetésének fontosságáról beszélt. Eljutottunk most már odáig, hogy a megyei közgyűlés által kért beszámolók azok megfelelnek a mindenféle követelménynek, így a NAV-é is. Tehát teljesítették azt a feladatot, amiben egy egészen átlátható és érthető és értelmezhető beszámolót kaptunk. Természetesen azt is el lehet mondani a beszámoló ismeretében, hogy a NAV végzi a feladatát, bár egyre nagyobb feladatkört kapnak, amelyet egyre nehezebb nekik ellátni. Itt külön kiemelném például azt, hogy azért ideje volna egy egész komoly életpályamodellt bevezetni a NAV alkalmazottainál. Teljesen mindegy, hogy a épületben teljesítenek szolgálatot, vagy a határátkelőkön, vagy akár ne adj Isten terepen dolgoznak. Nagyon nehéz megoldani akár a határátkelőkön a rendszeres és felkészült szolgálatteljesítés, szabadságolásokat és minden ilyet. És ez azért van, mert nagyon sokan gondolkodnak rajta, hogy egyáltalán merjék-e vállalni ezt a kötelezettséget olyan finanszírozás mellett, amilyen most jelenleg a NAV dolgozóinak finanszírozása. A közgyűlés ezt követően jóváhagyólag elfogadta a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítását is, melyre a Fidesz frakció vezetője szerint a plusz feladatok, valamint a megváltozott hatáskörök miatt volt szükség. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzat a hivatalának az SMS-ét módosította. Erre a módosításra azért volt szükség, mert plusz feladatot kapott maga a hivatal. Ez azt jelenti, hogy az uniós források kezelésével kapcsolatosan az úgynevezett top források ügyében a projektmenedzsmenti feladatokat látja el. Ez egy olyan jellegű feladat, amely nem szokványos hivatali feladat, eddig nem volt bent a szervezet keretei között. A szervezet keretei közé, hogy ez a munka megérkezett, ez azt jelenti, hogy ehhez a munkához a szervezeti struktúrát igazítanunk kellett, a munka megosztást igazítanunk kellett, döntési és hatásköröket kellett átcsoportosítunk, annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjon működni a tervezet, és ezt a munkát hatékonyabban tudja elvégezni. Ez volt ennek a módosításnak az oka és indoka, és természetesen ez hatáskörökkel, döntési jogkörökkel is járt ennek a kérdéssel kapcsolatosan, és a végrehajtást is segíti. A nyilvános ülésszakasz utolsó napirendi pontjában a Tisza korlátolt felelősségű európai területi társulás tevékenységéről hallhattak tájékoztatót a közgyűlési tagok. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés, valamint a területi társulás elnöke azt mondta, a tervek szerint a közeljövőben egy 5 millió eurós beruházásba kezdenek, amely következtében csökkenni fog a Tiszába és más folyóinkba kerülő szilárd hulladék mennyisége. A Tisza ETT-t a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzat, Kárpátalja önkormányzata, Kárpátalja megyei tanács, illetve Kisvárda városa alapította ezelőtt másfél évvel. Az előtt eltelt időszakban az Európai Területi Társulás elfogadta a fejlesztési koncepcióját, kialakította a szervezeti struktúráját, olyan programokat valósított meg, amelyek a térségben élő gazdálkodó szervezetek, polgármesterek számára együttműködési lehetőségeket tártak fel. Most viszont a közeljövőben reményeink szerint bele tudunk vágni egy 5 millió eurós projektbe, amelynek keretében a Tisza LTT kedvezményezetként megvalósítana egy komoly hulladékos beruházást Kisvárdán, illetve Beregszászon. Ebből is fontosabb, jelentősebb talán, vagy a lakosságot közvetlenül érintő beruházás, ez a Beregszászon, illetve Jánosiban tervezett szilárd lerakó, amelytől azt várjuk, hogy ilyen módon csökken a Tiszába, a folyói vizeinkbe jutó szilárd hulladék mennyisége. Sesták Oszkár hozzátette, további cél, hogy a Beregszászi járásban, amely a Kárpátalja leginkább magyarok által lakott járása, egy olyan társulást alakítsanak ki, amely keretében a jövőben önkormányzati szinten tudnák a szilárd hulladék közszolgáltatást elvégezni.